Jó estét kívánok! Röplabdáról fogunk beszélgetni, annak apropójá, hogy hamarosan elkezdődik a szezon ebben a sportágban is, amely hál' Istennek néhány éve most már újra reneszánszát éli itt Székesfehérváron. A történelmi időkben nagyszerű emlékeink vannak a csapatokról, amelyek jó hangulatú meccseket nagyon sok néző előtt vívtak annak idején, főleg a női bajnokságban, és hát szerencsére most már úgy utánpótlás, mint felnőtt szinten is lehet mondani, hogy az utódok kezdenek méltók lenni az elődökhöz, aminek elsősorban a MÁV előrében, illetve vele kapcsolatban álló akadémiában zajló munkának köszönhetünk. Itt van velünk a stúdióban Nagy Róbert, a MÁV előre elnöke, akit sok szeretettel köszöntök, aki maga is röplabda edzőből, pedagógusból lehet, hát most éppen ennek a tisztségnek a betöltője, úgyhogy gondolom azzal együtt, hogy a MÁV előre megpróbálja tényleg ennek az egyesületnek a nagymúltú hagyományait több területen is feleleveníteni, a röplabda az igazi zászlós hajó, vagy hát számodra egy különösen kedves terület. Igen, én is köszöntöm a nézőket. A MÁV előre SC-ben most hozzuk vissza a röplabdát, és próbáljuk a régi méltó helyére tenni itt a városban. Jelenleg a MÁV előrében a röplabda az, ami elsősorban viszi azt a fajta jelleget, hogy azt mondhatjuk, hogy a fiúk NB1-ben, a lányok NB2-ben szerepelnek, tehát a legmagasabb osztályban szerepelnek a bajnokságban, de emellett azért ott van a kézilabda is, ami igen jól szerepel az NB2-ben a fiúknál. Igen, hát az egyesületnek tényleg ezekben a sportágokban ugye komoly hagyományuk van. Maradjunk most akkor a röplabdánál, nem sokára ugye kezdődik a szezon. Egy kicsit visszatekintve az előző idényre, mennyire voltatok elégedettek. Ugye utánpótlás fronton azért nagyon szép sikereket érnek el rendre a fiatalok, a fehérváriak, és hát most már azért ugye NB1-ben játszott első osztályban legutóbb a férfi csapat is, tehát van viszonyítási alap, hogy hol tartunk valójában. Igen, utánpótlás korosztályban minden szezonban vannak országos döntős csapataink, az idei évben is U15 fiúknál, U18 lányoknál, ott voltunk az országos döntőben fiúknál, lányoknál az U15-ben, tehát az utánpótlás az szépen mindig hozza az eredményeket, úgyhogy erre igazán büszkék vagyunk a Félsős Röplabda Akadémiában, és a férfiak pedig NB1-ben szerepeltek, ott a célkitűzés az 5-8. Hely megszerzése volt. Első évben én azt gondolom a 8. helyen nem vallottunk szégyent, főleg annak tükrében, hogy azért a játékosok nagy része székesfehérvári nevelés volt, úgyhogy én ezzel maradéktalanul elégedett vagyok, bár én mindig hozzá szoktam tenni azt, hogy próbáljunk úgy csapatot építeni, hogy a fehérvári fiatalokat építsük be, és nem elsősorban az eredmény a fontos, hanem az, hogy egy biztos hátteret építsünk, és arra fogunk tudni majd eredményeket felépíteni. A lányoknál NB2-ben szerepeltek, a nyugati csoportban a Balatonfüred mögött szoros csatában a második helyet szerezték meg, ami olyan szempontból dicséretes volt, hogy 17 éves lányok végül is ilyen csodálatos eredményt értek el, közöttük 4 válogatottal, korosztályos U17-es válogatottal, akik, hát hogyha egy kicsit szerencsésebbek, akkor és a sorsolásban is szerencsésebbek, akkor nem a Balatonfüred került volna ide, akkor lehet, hogy még akár játszhattak volna osztályozót is, de én azt gondolom, hogy nem kell annyira előre szaladni, a türelmesen kell itt is dolgozni. Korosztályuknál fogva még talán jobb is, hogy nem jutottak fel most az NB1-be, hanem ezt az évet még végig játsszák az NB2-ben. Itt most már azért esélyesek lesznek arra, hogy feljutásért játszanak. Tehát összegezve a tavalyi évet, én azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, mint a női, mint a férfi vonalon az eredményekkel.
Az utánpótlásról sok szó esik, nem véletlenül te is kiemeled. Az, hogy itt valami szisztematikus munka zajlik, az elég hamar egyértelművé vált, hiszen tényleg nem az történt, hogy egy felnőtt csapatot egyszer csak életre hívtatok a semmiből, vagy esetleg ide igazoltak kész játékosok, hanem folyamatos építkezés zajlik. Jelenleg mennyire széles ez az alap? Ugye a felsővárosi iskolát, illetve a Fésűs Akadémiát ki kell emelni, mint olyan intézményeket, amelyek tényleg a legkezdetektől fogva képezik a játékosokat. De hát ezt el kellett kezdeni, létre kellett hozni egy bázist. Ennek az építése most mennyire ad okot elégedettségre? Maximálisan nagy támogatást kapunk a felsővárosi iskolából. Onnan vannak a gyerekeinknek a nagy része, általános iskolakorú gyerekeknek a nagy része, és most elkezdtünk azért dolgozni más általános iskolákban is, a Szénatéri általános iskolában, István Király általános iskolában, és most a Ciszterci gimnáziumban is elmentünk, és ott edzéseket fogunk tartani, és ott is megpróbáljuk letenni a röplabdának azt a fajta alapjait, ami egy kicsit a piramisnak az alját még szélesíti. Úgyhogy egész szépen a Szénatéri iskolában 70 gyerekkel dolgoznak az edzőink. Ezek a gyerekek alsósok, és helyenként felsős korúak is vannak közöttük, de igazából itt egy alsó korosztályban, de ilyen harmadik, negyedikesekkel, hogyha elkezdünk dolgozni, abból már szép eredményeket lehet elérni majd 13-14 éves korban. Úgyhogy most jelenleg az aktív kis játékosokkal együtt az utánpótlás szakosztályunk már közelít a 200 főhöz, úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb, hogy ezt tudjuk így szépen bővíteni, mert türelmes építkezéssel az a fontos, hogy a 18 éves korosztályban is ott legyenek a játékosok, nem pedig az, hogy 13-14 évesen milyen eredményeket érünk el. Így van, mennyire lehet azt mondani, hogy népszerű a röplabda gyerekek között? Tehát ti igazából megismertettitek ezzel a játékkal a kicsiket, mondtad az első tagozatot, vagy pedig azért tudnak már róla, gyakorlatilag itt azért meg kell nyerni egy sportágnak egy gyereket? Igen, alapvetően van egy ilyen kis toborzási része, amikor kis üzenőfüzetben beírjuk, hogy akkor jöjjenek röplabdázni. Vannak bemutató edzések, amiket tartunk iskolákba, és ne felejtsük el, hogy most elkezdtünk azért három óvodába is azért népszerűsíteni, két hetente, három hetente egy-egy órára elmegyünk, és bemutatjuk a röplabda alapjait játékos formában. Tehát meg kell ismertetni, tehát összességében azért a röplabdát a gyerekekkel meg kell ismertetni. Nem úgy van, hogy a tévében rá mindenhol ezt látják, és akkor megszeretik, megtetszik nekik. A strandröplabda mondjuk egy nagyon nagy propaganda lehetőség, mert ott azért a strandokon, már Magyarországon is minden strandon szinte van egy strandröplabda pálya, ahova szívesen látom, hogy szívesen járnak ki a felnőttek, gyerekek, mert könnyen játszható alapvetően egy bizonyos szintig, és egy jó kis szórakozás fél órába, egy óra hosszába, úgyhogy onnan már azért ismerik a gyerekek. És hát meg a szülők a régi időkből azért emlékeznek a röplabdára, és nagyon sok telefonhívást kapok, nagyon sok alatt egy olyan 10-20 ilyen telefonhívást kaptam így szeptember elején, augusztus végén, hogy szeretnék, hogyha a gyerekeik röplabdáznának. A korosztály ez ilyen 11 évtől 16 éves korig, fiúk, lányok, de úgy lehet mondani, 80% a lány és 20% fiú. Lehet azt mondani egyébként, hogy ahogy Fehérváron, úgy Magyarországon is kicsit így reneszánszát éri a sportág, hiszen nagyon komoly fejlődést tapasztalható az elmúlt években. Talán a létszámban is ezt jobban látjátok, de az eredményekben mindenképpen, hiszen válogatottjaink kerülnek magasabb szintre, klubcsapatok játszanak európai színvonalon, és hát a játékosok is egyre komolyabb klubokban. Szóval úgy tűnik, hogy ez a sportág kezdi nagyon erősen felhívni magára a figyelmet. Igen. Hát a régi rendszerben alapvetően egy nagyon népszerű sportág volt, és azt lehet mondani, hogy egészen NB3 volt, meg megye bajnokságok hivatalosan a Röplabda Szövetség keretein belül,
és az év, vagy a rendszerváltáskor ott egy ott elvesztette a szövetség a fonalat, és nem a rálátását erre az egész rendszerre, és ott egy hirtelen hanyatlás indult meg, és most valóban az utánpótlás nevelő munkáknak, tehát a műhelyeknek köszönhetően Békés Csaba, Nyíregyháza, Kecskemét, mi is közé tartozunk, Dunajváros, Kaposvár, tehát itt azért folyamatosan a nehéz időkben is mindig volt utánpótlás nevelés, és innen azért szépen jöttek fel a játékosok, és itt is természetesen főleg női vonalon, aminek az lett az eredménye, hogy sok fehérvári játékossal, Irénnek a nagylányával, Tála Zsuzsannával az élen, ő egy vezér egyénisége a magyar női röplabda válogatottnak, és most ismét a Békés Csabának, úgyhogy igen, ezzel a munkával most visszajött a magyar női röplabda mindenképpen, de a fiúk is ott fognak majd vitézkedni egy-két éven belül, és visszajött azt lehet mondani, hogy Európa élvonalába, tehát már ott vagyunk kétszer talán már ott voltunk az EB döntőben, úgyhogy a feladata következő majd a VB döntő, arra kell majd erősíteni a szövetségnek, de ezt lehet mondani, hogy igen, egy már újra virágzását éli a magyar röplabda. Hál' Istennek, és ez azért csatlakozik a nemzetközi trendekhez, hiszen világ színvonalon, vagy világ viszonylatban az egyik legnépszerűbb sportágról beszélünk, amely tényleg milliókat mozgat meg világszerte, óriási esemény, ugye egy-egy verseny, és hát jó lesz ott látni magyarokat is. Visszatérve a mi környezetünkbe, kezdődik tehát az új szezon, most ebben az idényben milyen célokat tűztök ki a MÁV előre csapatai elé? Akkor az utánpótlásról egy-két mondatban, hogy ott nem változtak a célok, az utánpótlás bázis szélesítése, megerősítése a fő feladatunk, és azok a csapataink, akik már részvevője az országos döntőknek, azért, mivel azért ez egy kicsit versenysport is, ott szeretnénk ott is az országos döntőkbe bekerülni, hogy melyik korosztályba, azt majd az alapszakasz után akkor már jobban tudom mondani. A felnőtteknél, a lányoknál így a második MB2-es szezonban már most azt lehet mondani, hogy elvárásként azért ki lehet mondani, hogy játszunk az MB1-be kerülésért. Én azt gondolom, hogy ennek reális esélye van. Itt két játékos is érkezett, ha erről most beszélhetek, a lányokhoz felnőtt korúak, akik egy kicsit rutint hoznak a fiatal lányok közé. Kaposvárról érkezett a Szelle Dóri, és Balatonfüledről pedig a Környei Dóri érkezett, mint jó után, vagy komoly erősítés a fiatalokhoz. A fiúknál a tavalyi eredményeket figyelembe véve, hogy 8-ak lettünk, ha már a 7. helyet meg tudjuk szerezni, azt gondolom, hogy egy jó eredmény lenne. Ott érkezett két játékos Szolnokról, a feladó Kuzmics Rihárd és egy center Kolman Norbert. Ők egy igen ügyes játékosok voltak, korosztályos válogatottak, és van egy kubai játékosunk, a Gianni Salazar, ő pedig átlót fog játszani. Ők hárman azok az erősítéseink, akivel azt gondoljuk, hogy ezt a 7. helyet meg lehet célozni. Hogyha már egyel előrébb végzünk, az már az egy olyan eredmény, hogy az alapszakaszban be tudunk jutni az extraligába, mert az 1-6 az már az extraliga az idén, az egy csodálatos eredmény lenne, majd meglátjuk az alapszakasz után. Érzed egyébként ezt a fajta szándékot, akaratot azokban, akik benne vannak? Tehát a játékosok ide azért érkezett az elmúlt évben is, ez most is rutinos, több száz meccsel a háta mögött, vagy rendelkező játékos, tehát egy kicsit azért ez az egész MÁV projekt, vagy a fehérvári röplabda, minthogyha bekerülne arra a helyre, ahol már azért a nagy riválisok is megismerik és kezelik ellenfélként. Igen, tehát
mindenképpen azt mondom, hogy a fiúk, akik ezért küzdenek, maximális erőbedobással, én azt gondolom, hogy jobban akarják azt az eredményt, mint én, tehát mint vezetőjük, tehát én azt mondom, hogy lépésről lépésre haladjunk, tehát hogyha az idén a hetedikek leszünk, és jövőre leszünk esetleg extraligás csapat, az akkor nem vagyunk semmiről elkésve. Az edző és a játékosok, mivel ők sokkal inkább versenyszellemben gondolkodnak, én azt gondolom, hogy ők már most szeretnének az extraligába odajutni, és hát van esélyük, és megmutathatjuk igazából, hogy ott vagyunk a felnőttben is az élvonalban. Most jelenleg a személyi feltételek milyenek a klubban, illetve a sportágban? Ugye említetted, hogy azért testnevelők, edzők foglalkoztak a gyerekekkel is. Mennyire kielégítő ez a helyzet? Ugye az utánpótlás képzés szempontjából ez egy kulcskérdés. És hát Fésűs Irén fanatizmusát, maximalizmusát mindenki ismeri, tehát ő akárhány csoportot, azt kell mondjam képletesen, elvisz a hátán. Tényleg félelmetesen nagy elhivatottsága dolgozik, de nyilván egyedül azért nem tudja vinni az egész egyesületet. Igen, tehát Irént én úgy tekintem, hogy ő a Fésűs Irén. Tehát ő hozzá, ő mellé, ő mögé senkit nem lehet hasonlítani. Ő az, aki egymaga olyan dolgokat tud véghez vinni, amit én azt gondolom, hogy itt Magyarországon is egyedülálló. És emellé próbálunk egy olyan környezetet kialakítani, edzői környezetet, akik természetesen mindent megtesznek azért, hogy oda is képezzenek játékosokat, és hogy legyen egy széles bázisunk, mert azért azt látni kell, hogy Irénnek azért a fanatizmusa, meg az elhivatottsága, azért azt ez a széles bázis, ez nem mindenki tud ezzel azonosulni, de ez nem is baj, mert kellenek azok a kicsit félőrültek, mint Irén, aki ennek az egésznek a csúcspontja, és azt mondhatjuk, hogy igen, ott van a cél, és viszont az én elvem az is, hogy én azt szeretném, hogy itt nagyon sokan megismernék a röplabdát Székesfehérváron, a mi klubunk által, a mi nevelő munkánk által, és olyan gyerekeket is képeznénk, aki később ugyanúgy szélesíti majd ezt a röplabdás társadalmat. Hát reméljük, hogy így lesz. Most a lányokat nézve gondolom az egy viszonylag kedvezőbb helyzet, hogy Fehérváron ugye elég kevés lány egyesület van, most egyéb sportágokat is nézve. Gyakorlatilag tényleg csak a kézilabdáról beszélhetünk a csapatsportok közül. Egy ideje akadémiai szinten van kosárlabda, de nincs tervbe véve komoly felnőtt csapat. Tehát végül is gondolom a szülők előszeretettel keresgélik a lánygyerekeknek azt a csapatsportot, ahol tényleg csapatban fejlődhetnek, játszhatnak. Ti meg hát gondolom lecsaptok erre a lehetőségre. Igen, pontosan ezt próbáltam, vagy mondtam az előbb, hogy a szülők, főleg a női vonal a lányoknál nagyon szeretik ezt a sportágat, mert nincsen testi kontaktus, viszont egy jó kis fizikális képzést, fizikai adottságokat hoz létre, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk, mert a kézilabda ennek azért a szöges ellentéte, ott az egy ilyen férfias, kemény játék, és hát azt nem minden szülő támogatja, és itt azért aki kézilabdázni szeretne, az ő tényleg menjen nyugodtan kézilabdázni, mert gondolom az a lánygyermek, az biztos, hogy egy játékos, az biztos, hogy olyan adottságú, akiből játékos lesz, és aki pedig röplabdázni szeretne, ide is kell egy bizonyos fokú agresszivitás, tehát mert versenysportos mindig kell, csak nem kell éppen őre menni a hatosnál, úgyhogy, vagy a hatoson belül, úgyhogy igen, ez ilyen szempontból előszeretettel keresnek minket. Hát arra nem is beszélve, hogy a röplabdás lányok igazán megbecsült tagjai általában egy sporttársadalomnak, már csak azért is, mert nagyon csinosak szoktak lenni, úgyhogy jó nézni a röpi meccseket is. Egy rövid gondolat még a létesítményhelyzetről, hiszen ez egy kulcskérdés röplabdában, ugye ahol nem elég a terem, az se baj, ha elég magas, és hát nem tudom, mennyire vagytok kompromisszumokra kényszerítve ez ügyben, hiszen ha jól tudom, azért Zömében iskolai tornatermekben zajlanak az edzések. Igen, hát főleg iskolai tornatermekben, igen, tehát az NB1-es mérkőzéseink a Jáki szakközépiskolában vannak, az nagyon vékony
penge élen táncolt, amikor átvette a Magyar Röplabda Szövetség. Nagyon nagy előnye, hogy van 3 vagy 4 soros nézőtere, és ezért a kifutók hiányát ez kompenzálta, hogy azért egy csarnok jelleget ad, parkettás terem, magassága egész jó, világítása rendben van, tehát ilyen szempontból az egy NB1-es minimum feltételeknek megfelel. Sajnos az általános iskolák többi terület, vagy többi csarnokai NB2-es szintre éppen, hogy jók, az utánpótlás mérkőzéseket meg lehet rendezni. Tehát most neccesen megvagyunk. Hát a hosszú távú tervünk itt, hogy bekerült a röplabda, a látvány csapatsportágak közé, tervünkbe szerepel egy csarnoknak az építése, létrehozása, hogy milyen támogatást kapunk hozzá a várostól, ezt várjuk, hogy támogassák ezt az elképzelésünket. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen visszhangja lesz a városvezetőktől, hogy esetleg megkapjuk-e a zöld utat arra, hogy valamelyik torna iskolának a csarnokát felújíthassuk esetleg ebből a TAU támogatásból. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok az egyesület csapatainak az új szezonra, és hát remélem, hogy bővülni fog majd a bázis. Bárki minden esetre szeretné röplabdázónak adni gyermekét, akkor a MÁV előre szakembereit megtalálja a városban. Köszönöm szépen, Robi, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézők figyelmébe pedig most egy kis triatlont ajánlok, hiszen nagyon nagy sikerrel szerepeltek nemzetközi versenyeken az Alba Triatlon tehetségei. Elsősorban a dévai testvérekről van itt szó, akik utánpótlás válogatottként Európa-bajnokság, világbajnokság után állnak, sőt még van, amelyik őjüknek nincs is vége a szezonnak, úgyhogy erről következik most egy értékelés itt a Bajnokok városában. Én köszönöm figyelmüket és további szép estét kívánok! Sikeres világbajnokságon van túl Dévai Márk, az Alba Triatlon eses sportolója Ausztráliában 11-ként szelte át a célvonalat az U23-asok mezőnyében. Nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, megmondom őszintén, hogy igazándiból az elvárásom az volt, amikor kimentünk, hogy azért jól ne azt a 15-ök környéki helyet megcsípni, 15. helyet, és ehhez képest az a 11. hely szerintem egy szenzációs dolog. Azt még hagyj mondjam el hozzá, hogy úszáson ugye volt egy kis problémája az elején, mert bedarálták nagyon, és többen keresztül úsztak rajta, úgyhogy az egyik kollégámot felhívta a figyelmet, hogy utolsó helyről kezdi Márko az úszást. Onnan úszott föl 300 méteren a 4.-5. pozícióba, és aztán harmadiknak jött ki a vízből, tehát azért elég sok energia elment ezzel a felúszással. Tehát ehhez képest azt mondom, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Én abszolút elégedett vagyok vele, ha azt is számításra veszik, hogy tavaly sajnos technikai okokból be se tudtam fejezni egy világbajnokságot. Egyébként nagyon jó volt, az úszáson volt egy kisebb-nagyobb verekedés, aminek köszönhetően az első pár száz méteren hátra kerültem, és tulajdonképpen körbe kellett úsznom a mezőnyt, hogy felérjek az elejére, de szerencsére sikerült az 1500 végére harmadik, negyedik helyre felúsznom, és elmenni a szökevénycsoporttal. A bringán nagyon-nagyon keményen dolgoztunk, hogy ne érjenek föl ránk a többiek, és egy körülbelül másfél perces előnyt harcoltunk ki, és úgy mentünk ki futni. A futás is rendben volt, talán a harmadik körbe az ilyen 6-7 kilométer környékén volt egy nehezebb pont, de miután azon túlendültem, utána ismét rendben volt. Ha az ausztráliai VB 11. helyezés mellé oda tesszük a Sprint Európa bajnoki szintén 11., valamint az olimpiai távú 7. pozíciót, akkor az látszik, hogy Márk stabilan teljesít. A legfontosabb versenyeken rendre ott tud lenni a legjobbak között, bizonyítva ezzel, hogy helye van a világ legjobb triatlonistái között. Márk és édesapja, aki egyben edzője, és Dévai László bízik benne, a jó szezon folytatódik. Igen, én is úgy gondolom, hogy igen, csak az elejébe sikerül végeznem a legtöbb versenynek. Nyilván mindig benne van a versenyzőbe, hogy még előrébb. Valamint igen, még van még egy Európa-bajnokságom idén, ez már a harmadik lesz, az U23-as EB Izraelben. Erre felkészülünk, és utána még van egy versenyem, az pedig az Európa-kupa sorozat végső állomása, az pedig Portugáliában lesz. Az U23-as EB-re milyen célokkal utazol ki? Ugye tavaly itt Velencén dobogóra tudtál állni, gondolom jó lenne megismételni. Persze, természetesen jó lenne. Készülünk rá, meglátjuk, hogy milyen lesz
a helyszín, az időjárás nagyon-nagyon meleg, 30, közel 40 fok várható. Ugye itt már lassan inkább 10 fok van, úgyhogy meg kell próbálni felkészülni rá, de szerintem rendben lesz. Stabilan hozza azt a formát, ami ilyen eredményeket mostanában hoz. Aminek még nagyon örülök, hogy az európai elit ranglistát a Európa kupákon elért pontja alapján vezeti most, jelen pillanatban. Úgyhogy mindenféleképpen azt mondom, hogy ez egy jó biztató jövő. Dévaiék nem dőlnek hátra, cél, hogy Márk fejlődése töretlen maradjon, és 2019-ben is hasonló eredményeket szállítson a bajnokok városába. A jó úszásomnak köszönhetően mindig az első csoporttal, vagy szökevény csoporttal megyek ki kerékpározni, és nagyon sokat erősödtem bringán, tehát nem fáradok el benne annyira, még akkor sem, hogyha nagyon sokat besegítek a szökésben, nagyon sokat dolgozok, és ennek köszönhetően jobban tudok futni bringa után. Nyilván ez az, amit még tovább kell fejleszteni addig, amíg csak lehet, de már rengeteget fejlődött. Mindenféleképpen lépünk előre, mert ugye az edzésterek úgy vannak összeállítva, hogy évről évre van benne kis progresszivitás, kis növekedés. Ettől azért azt várjuk, hogy a fejlődés is ilyen egyenletes lesz. Igazándiból azt gondolom, hogy több versenyre kell neki, még több versenyre kell járni, minél rutinosabb legyen a fennit előtt elit csapatba is, és nem csak az európai versenyeken, mert azért azt látszik, hogy az európai versenyeken már ott van, hanem világversenyen is most már nőjön fel minél hamarabb az elithez, mert jövőre még ugyanúgy 23-as lesz, de utána már csak elit versenyzőkkel fog együtt indulni. A világbajnokságon Ausztráliában ott volt a kisebbik dévai fiú is, a még junior korú Zsombor is, aki élete első VB-jén 35. lett. Volt egy pontja a versenynek, ami egy olyan pontja lehetett volna, amivel legalább 20 helyen előré végez. Ez gyakorlatilag az volt, hogy kerékpáron nem reagált le egy szökést. Ha azt a szökést lereagálja, akkor fölérnek, vagy ő is fölér az első bolyba, és akkor kb. 20 helyen előré végez. Ez maximálisan a rutintalanságnak köszönhető, tehát ő neki annyit kell tenni, hogy minél több nemzetközi versenyre elmenni. Abszolút elégedett vagyok, ugye életem első világbajnoksága volt, nem is gondoltam legelőször a szezon elején, hogy ki tudok jutni. Ugye, hogy még junior vagyok, ez azt jelenti, hogy még nagyon-nagyon sok évem van hátra, így a nemzetközi mezőnyben. A 35. helyen ugye az jelenik meg, hogy ugye az első ilyen nagyon nagy versenyen volt, de én úgy érzem, hogy abszolút egy jó eredmény. Apukád is említett, hogy volt egy pontja a versenynek, amit, hogyha jól lereagálsz, akkor sokkal előrébb végezhettél volna. Mi volt ez a pont, és miért nem sikerült lereagálni? Ez a kerékpáron volt egy olyan pont, amikor sajnos a második bolyban voltam, és a pálya elég technikás volt, és a bolynak éppen a végén voltam, és az egyik kanyarban volt egy szökés a boly elején, amit hát ugye nem vettem észre, mert leghátul voltam, és onnan már nem tudtam velük elmenni. Zsombor tehát még nagyon fiatal, számára a legfontosabb feladat a jövőben, hogy minél több nemzetközi versenyen álljon rajthoz, így szerezve rutint a későbbiekre. Kisebb junior, ő még jövőre is junior lesz, és most az európai ranglistán 7. kis juniorként, úgyhogy szerintem azért ez mindent elmond. Szerintem ez most egy nagyon jó idény volt, a tavainál mindenképpen jobb. Ugye az Európa bajnokságon 11. lettem, az is egy nagyon jó eredmény, az országos triatlon ranglistát megnyertem. Úgyhogy abszolút elégedett vagyok. Idén miben sikerült előrelépni, te hogy látod, és mi mondjuk a következő feladat, amire oda kell figyelni? Én úgy érzem, hogy mindenképpen a futáson javítottam tavalyhoz képest. Ami a jövőt illeti, az úszáson kell még dolgoznom, valamint ugye minél több nemzetközi versenyre kimenni, hogy a tapasztalatot gyűjtsem. Zsomborra most a jól megérdemelt pihenő, valamint az iskolapad vár, még Dévai Márk tehát még két fontos versenyen áll rajthoz. Gőzerővel készül az izraeli U23-as EB-re, valamint a portugáliai Európa-kupa döntőre.